Elmúlt este 8 óra, az emberek nagy része már hazaért a munkából, vásárlásból. A jelzőlámpák azonban még mindig működnek. Több nézőnk jelezte, hogy ez a helyzet Szekszárdon. Stábunk utána járt, mi lehet ennek az oka. Megtudtuk, hogy a szekszárdi elkerülő útként ismert Tarcsai Vilmos utcán működő három jelzőlámpa a Magyar Közút tulajdonát képezi. Pécsi Norbert, a cég kommunikációs vezetője elmondta, miért nem tartották indokoltnak ezen jelzőlámpák működésének megváltoztatását a kijárási korlátozás bevezetését követően. Természetesen megvizsgáltuk mind a három helyszínt, hogy lehetséges és szükséges-e a lámpák programjának a módosítása, de ahogy említettem, elsősorban közlekedésbiztonsági okok miatt nem tervezünk ezen változtatni, illetve gazdasági vagy üzemeltetési oldalról sem szükséges itt a jelzőlámpák programjának a változtatása. Hiszen ezek a jelzőlámpák már ledes kivitelűek, így nagyon kevés áramot fogyasztanak. Emellett az egyik este 10 órakor kikapcsol, a másik két, a Magyar Közút tulajdonában lévő közlekedési lámpa pedig hurokrendszerrel van ellátva, ami csak az érzékelt forgalomra lép működésbe. A szekszárdi önkormányzat tulajdonában is van két ilyen mechanikával működő közlekedési lámpa. Varga András, a Városigazgatási és Rendészeti Osztály vezetője elmondta, hogy a város önkormányzatához tartozó közlekedés szabályzó eszközök működését sem módosították, de ennek nagy része eddig is 8 óráig üzemelt, és csak két csomópont van a belvárosban, ahol este 10 óráig működnek ezek a jelzések. Az osztályvezető azt mondta, ennek ellenére átgondolják a módosítást. Megfontolandó, tehát meg lehet oldani, nem ezt az üzemeltető felé kell jelezni, ugye az önkormányzati lámpáknak a üzemeltetését a Magyar Közút végzi, tehát ő látja el, amennyiben az önkormányzat részéről érkezik ilyen kérés a közút felé, akkor szerintem ennek nincs akadálya. Pécsi Norbert is úgy nyilatkozott, hogy ha igény érkezik a szekszárdi önkormányzat részéről a lámpák működési idejének módosítására, viszonylag rövid idő alatt végre tudnák hajtani azt, de úgy véli, a legfontosabb az utak biztonságos használata, és a közlekedési lámpák ezt nagyban megsegítik.